Nagy átalakulásokat tervezek, és ehhez egy pár információt megosztok vele, sőt, segítséget is kérnék tőled, hogyha a mai napi vitaminban búcsúzunk a tengertől, kicsit fájdalmasan, kicsit őszíjesen süt már a nap, és a szeptemberre készülünk, és ehhez lesz egy-két információm, kérdésem. Kezdjük is el, úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Szóval, ahogy mondtam, szeptember van, bár a előző videókban ezen a héten jeleztem, hogy ez számomra szeptember egy átalakulás, mint egy újra kezdődés, hiszen a nyár volt a pihenés, és ilyenkor kezdődik újra az üzleti élet, valószínűleg nálad is, és a legtöbb helyen, is. a kikötő már jelentős részben elhagyott, kevés hajó van viszonylag, ha bár a, főleg a nyugdíjas korok, akik nincsenek kötve munkához, nem félnek a garantéttól, németek, osztrákok még bőven vitorláznak, itt is jön befelé egy jacht. Még a magyar két nagyobb akt, egy 62-es meg egy 50 valahányas óriási nagy motorosok, azok is kint vannak. Úgyhogy valószínűleg hétvégére ők is hazatérnek. Szeptemberre mondta a miniszterelnök, hogy otthon kell lenni. Úgyhogy szeptemberre nagy változásokat tervezek, és remélem, hogy ezt te is előnyként fogod megélni, mint rendszeres nézője a napi vitaminnak. Az egyik az, hogy utóbbi időben, utóbbi időben szóval megközelítőleg három éve olyan napi vitaminokat készítek, amelyek kimondottan, kimondottan hosszúak, tehát 10, 15 vagy 20 percesek, tehát nem túl rövidek, és általában egy kis mini felérnek, és ez az időmennyiség, meg energia, ez túl sok, de nem ez a baj, mert ezt én szívesen csinálom, csináltam eddig is, hanem az a probléma, hogy valószínűleg nagyon sokaknak ezt a visszajelzést kaptam, nem mindig van idejük egy fajsúlyosabb, nagyobb dolognak, egy nagyobb uh, tudású dolognak a napi megnézésére lehet, hogy egy 3-5 percesnek jobban örülnének és szívesebben látnák. Úgyhogy azt tervezem, hogy át fogom szervezni a napi vitaminokat, megmarad a napi, ha bár ez is kérdés volt a Google algoritmusa miatt lehet, hogy előnyösebb lenne, hogyha hetente vagy havonta készülne videóde de én azt gondolom, hogy az eredeti szellemet meg akarom őrizni, majd hogy minden nap legyen egy pozitív gondolat, egy pozitív indulás. De ezek rövidek lesznek, úgy tervezem, hogy 3-5 percesek. Egy-egy nagyon rövid gondolat. Az lesz valószínűleg, hogy egy-egy részletet meg fogok mutatni egy-egy szeminárium tananyagaim, anyag, tananyagaimnak a, a videóiból, és ez azt fogja jelenteni, hogy valódi tudás elemek lesznek, de kicsik egy dolog, ami aznap ad egy impulzust és jól tudod használni. Rövid, 3-5 perc nem lesz az, hogy egy hosszú dologba nem fogsz bele. Úgyhogy remélem, hogy ez pozitívan fog megjelenni nálatok. Már sok száz órányi tananyag van, amelynek nagyon nagy a tudás ezért egy 3-5 perces rész kivenni, akár egy egyórás anyagból 10-15-öt is lehetséges, mert olyan sok kis elemből áll egy, egy, egy másfél órás tananyag. Úgyhogy ezért azt gondoltam, hogy ilyenek lesznek, rövid, célzott, pontosan, teli találatot jelentő információk, és valószínűleg hetente vagy havonta, még nem tudom, lesz egy, nevezzük webináriumnak, egy olyan Szombati, mondom havonta vagy két hetente, olyan szombati webinárium, egy-két órás, ahol viszont bővebben ki lehet fejteni az, ami fontos aktuálisan a vállalkozásodban. Ez viszont élő lesz, utólag nem lehet megnézni. Tehát ez kimondottan az élő és a személyes kommunikációt fogja szolgálni. Úgyhogy így fog valamelyest átalakulni, lehetséges, hogy a régi videók is, akár rövidítve, újravágva, amik nagyon értékesek, föl fognak kerülni, bekerül nagyon sok tananyag, részlet, ilyen kis építőkockák. A célom az, hogy könnyen és gyorsan megnézhető egy napi klassz impulzus legyen, ami megnézed két-három perc, öt maximum, ez nagyon nagyon fegyelem kell nekem, de ugye 5, és onnantól kezdve egy, egy, jó napot indítottál. Tehát nem lesz túl adagolva, mert azt a visszajelzést kaptam, hogy túl van adagolva, ha túl hosszú nem, nem kezd bele, mert tudja, hogy jó lesz, nem tudja abba hagyni, és így, így elhagy napokat. Viszont ha rövid lesz, akkor jobb lesz. Úgyhogy amiben a tanácsodat kérném, tanácsodat, segítséget, véleményedet, hogy mit gondolsz, milyen véleményed van erről az irányról, nyilván még nem látod, de a gondolatot érted. Mert olyan érzésem van, sokszor tudod, áll az a 62-es nagy katamarán, amelyet eljöttem, meg egyébként ez is, itt kettő is van, de főleg az a nagy 62 lábas, óriási 620-as lagún, Megnéztem, a alaphangon 1 millió euró a használt legolcsóbb is, ami közel 9 vagy 10 éves, és egyébként meg van 2 milliót súrolja, vagy a fölött van a, a, az a 2 fél millió az új, attól függ milyen felszereltséggel. És ott vannak parlagon. És valamilyen érzésem van a nagyon hosszú videóimmal is, hogy túl hosszúak, nagyon-nagyon sok anyag van benne, de miatt sokan nem szánják rá azt az időt, vagy annyira rohan az életük, hogy 3-4 perces vagy 2 perces rövid impulzusnak, célzott, tűhegyes impulzusnak jobban örülnének. kíváncsiak a véleményre, mit mondasz ehhez, illetve nyilván ennek van egy olyan célja is, hogy bővítsük a, a nézősereget, ezért lesznek elképzelhető, ezen dolgozom, jól megkomponált, akár havonta egy-kettő hosszabb videó is, ami kimondottan a nézettség és az új nézők megszerzésére fog szolgálni. Úgyhogy ez átalakulás várható, tehát nem arra fog törekedni, hogy mindig sok él, élőben felvett videó legyen, hanem lehet, hogy az értékeseket, amit nem tudsz végignézni, mert több ezer anyag lenne, ebből kiválogatva egy-egy gyöngyszemet, röviden vagy a lényeget kivágva, meg fogod tudni nézni a, a, nézni a napi vitamint nagyon rövid energiával. Egyébként gyönyörűek, hoppá, erre már rá is van írva, hogy for sale, Albatross, szép neve van, ez egy Lagun 450-es, ez egy ideális hajó, ez igazából kettőnknek túl nagy a feleségemmel, de azért ez egy álomjó hajó lenne nekem, de igazából fölös legesen nagy. Valamint az esmercé volt, egy idő mentem vele és fura volt. Na, szóval ez a kérdésem, mit gondolsz? És még egy kérdésem van, hogyha a hűséges néző vagy akkor Köszönöm neked, és az a kérésem, hogy írd meg, hogy mik azok a fókusztémák, témák, amik neked most szeptemberben a legfontosabbak. Én alapvetően abból szoktam meríteni, és ez megint hosszú videó lesz, sajnos bocs, abból szoktam meríteni a napi vitamint, amit a mastermindokkal, illetve a napi problémákkal találkozom, de kíváncsi, hogy te, mint néző, te, mint hűséges nézőnk, mit gondolsz, melyik téma érdekes. Na, szóval lezárom. Sajnos az utolsó tengeri videó, majd lehet, hogy egy-két részletet megpróbálok bevágni, vagy tavaly, tavaly előtti tengeri videókat, de várom a hozzászólásodat. Arra kérlek, különösen ennél a videónál, ha nem is tetted meg, legyél aktív, kérlek segíts a csatorna fejlesztésében, gondolkodásban. Pont azokra vagyok kíváncsi, aki ezt a videót idáig megnézik. Nem az, akik belekattint, a egyebek, hanem pont amikor itt vagy. És legalább együtt tegyél meg használod a tananyagaimat, használod a napi vitamint, és hasznos számodra, hogy akkor hozzászólsz, ennyi viszontást kérnék tőled. Úgyhogy várom a véleményt, várom, hogy milyen témák érdekelnek, várom, hogy mi az, amit jónak gondolsz, a dicsérettel sem vagyok, hadilában örülök neki, vagy ha a, azt mondod, hogy mi az, ami javítsak, mondjuk, hogy jobban beszélni, ez, ezen próbálkozom, de hogy mi az, ami javítsak, és utána a könyvtáramból és a, a, hatalmas tudástárból, tehát hihetetlen, most már nem mindegyik public, de 90%-a, azt hiszem több mint 1100 videóm van fönn csak ezen a csatornán, és hát a becsésem szerint a 200 órányi tananyag, amiben van körülbelül, hogyha a 3-5 perceseket vágok ki, akkor van egy legalább 1000, 1500 videóra való lehetőség, amit ha elosztod a 250, ami évente tud készülni, akkor egy pár évre be vagyunk tárazva. És ez mind hasznos, érdekes, rövid, könnyen fogyasztható lesz. Na, vége a beszédnek. Nem sokára idér a feleségem a Marina kikötőjéhez nagy nehezen, és a bejárat az nagy nehezen ide le tudott jönni, minden határon mindenfélét kérdeztek tőle, de megyünk haza, és a könyvtáramból, a másik kedvenc helyemről folytatom. Mindenképpen szólj hozzá. Várom a hozzászólásod és Előre köszönöm. Ciao.